Perge Tibor elmondta, hogy őt ugyan nem, de a közeli ismerősei között akadnak olyanok, akik enyhébb és súlyosabb tüneteket tapasztalnak július vége, augusztus eleje óta a parlagfű virágzása miatt. Szemviszketés, tüsszentés, orrfolyás, általában ezek az allergiás tünetek, amik bármilyen virágra, akik allergiásak, akkor ez elő szokott jönni tavasztól, ugye, késő őszig. Az időjárás viszontagságai sem tesznek jót az allergiával küzdőknek, ugyanis szélben felerősödnek és fokozódnak a tünetek, mondta dr. Szalai Lászlóné szakgyógyszerész, aki a tünetek enyhítésére speciális készítményeket, orrcseppeket ajánlott. Nagyon sok ember küzd ilyenkor allergiás jelenséggel, ami azt jelenti, hogy orrfolyás, könnyezés, torok, kaparás, viszketés, de esetleg bőrjelenségek is előfordulhatnak ezzel együtt. Az allergiás rinitis megkeseríti a mindennapokat. Ez lehet enyhe formájú, de egészen komolyan ronthatja a mindennapok munkáját, tanulást, és hát például az autóvezetést is. Csak úgy tudunk ellene küzdeni, hogyha gyomtalanít az országba, aki csak teheti, és az allergiás egyénnek szükséges az, hogy a szellőztetést kora reggel, késő este végezze, de az is, hogy a felső ruházatot minden nap cserélje, hajat mosson gyakran, tehát kerülje az allergénnel való találkozást. Hogyha ez azért komolyabb jelenség, akkor szükséges, hogy érösszehúzó orrcseppet használjon, amiért gyakran jönnek a gyógyszertárba. Ezzel ez a vizes orrfolyás és az ordugulás csökken. De lehet sós orrcseppekkel úgynevezett orrmosást alkalmazni, amikor a nyálkahártya felületéről eltávolítjuk a pollen egy részét. Ha azért a következő lépés az antihisztaminok adása, és hát ezt követheti a szteroidos orrcsepp, amit már szakorvos ír föl, vagy kromoglikátok alkalmazása. Tehát egy nagyon összetett feladat hárul az allergiásra is, a nem allergiásra pedig az, hogy védje a többit.